A zárba illő kulcs. Szervusztok, gyerekek! Örömmel köszöntelek benneteket. Remélem tudtok figyelni, remélem már ágyban vagytok, és nyugalmi helyzetben, hogy meghallgathassátok a mai történetet, amelynek az a címe: Ki béna valóban? Az ige kulcs pedig az első Tesszalonikai levél 5. fejezet 22. verséből hangzik. 1 Tesszalonika 5:22. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Marci nagymamája agyvérzést kapott. Úgy is mondták némelyek, hogy szélütés érte, és egyik oldala megbénult. Nem tudta mozgatni az ujjait, járni sem tudott, beszélni is lassabban, mint addig. Marci nagyon szerette nagymamát, és azt mondta neki: Nagymama, imádkozom azért, hogy meggyógyulj. Nagyon sajnálom, hogy nem tudod megtenni mindazt, amit szoktál. Én is imádkozom, mondta szelíden nagymama, de tudod, Marcikám, az öreg test előbb-utóbb fölmondja a szolgálatot. Amíg ezt mondta, addig is mosolygott, és Marci azt gondolta, különös, hogy nagymamával bármi történik, mégsem jajgat és nem panaszkodik. Nem bánod, hogy béna a bal karod? Kérdezte Marci kissé félve, és hozzátette, de nem akarlak bántani, nagyi. Tudom, kisfiam, de azt is tudom, hogy nem ez a bénaság. Nem ez a legnagyobb baj, mert sokan bénák ezen a világon, és némelyek nem is tudnak róla. Az hogy lehet? Úgy, hogy a bűnnek ugyanaz a hatása, mint a szélütésnek. Megbénítja az embert. Ha például valaki nem tudja abba hagyni azt, amit egykor rossznak tartott, végül pedig már nem is érez miatt a lelki ismeretfurdalást, nem fáj a vétke. Ez is bénasság. Elvette az ollót az asztalról, és hegyes végével kissé megszúrta a béna karját. Én ezt nem érzem, mert a béna karom elveszítette az érzékenységét. Ilyen annak a szíve is, aki nem érzi a bűnei súlyát. És ha nem gyógyul meg, vagyis nem tér meg, akkor egyszer már késő lesz. Ezzel azt mondod, nagymama, hogy a lelkiismeret furdalás az jó dolog, pedig az szomorú érzés. De éppen az a szomorúság ébreszt rá, hogy baj van, el ne némíts soha a lelkiismeretet szavát, Marcikám. A Szentírás is azt mondja, azt tanácsolja, hogy a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Minden, ami rossznak látszik, elforduljatok. És a tanúság kulcsa mai estére: élj lelkiismeretesen. Jó éjszakát, gyerekek!